Az április harmadiki választásoknak az is tétje, mégpedig nem kicsi tétje, hogy lesz-e a magyar parlamentben magyar érdekű, valós munkavállalói érdekképviselet. Ugyanis az elmúlt 30 évben a két nagy tömb, a Fidesz és a balliberális oldal ezt nem jelenítette, nem jeleníthette meg egész egyszerűen, hiszen alapvetően más világnézettel bírnak, ők nem tudják átérezni, hogy milyen a magyar dolgozó, a magyar munkás mindennapi élete. Ígérgetés szintjén persze volt róluk szó, főleg a kampányidőszakban, de eszük ágában sem volt ezeket betartani. Valójában a multinacionális cégek szekerét tolták, és egy valami volt fontos számukra, a nem az ember, hanem úgynevezett humán erőforrás, így nevezték őt, és aszerint bírálták el, hogy tud elég profitot termelni, vagy nem tud. Ebből a mélyen anyagelvű világnézetből folyik az, hogy az elmúlt 30 évben akár a Fidesz, akár a balliberális oldal szolgai módon kiszolgálta a multinacionális cégeket. Maga Orbán Viktor jelentette ki, hogy olcsó munkaerőnek vagyunk jók, és ezért a magyar embereket tulajdonképpen olcsó munkaerőként odadobta a multinacionális cégek számára. Döntő változásra van tehát szükség. Ebből a dolgozóellenes világnézetből fakad az összes problémánk az elmúlt 30 évben. Ezért alacsonyak a bérek, ezért dolgoznak a magyarok rossz körülmények között, ezért verték szét a szakszervezetiséget, a munkavállalói érdekképviseletet. Ezen csak olyanok tudnak változtatni, akik ebből a népből emelkedtek ki, akik részei a munkavállalói társadalomnak, és a Mi Hazánk mozgalom képviselői, tagjai ilyen emberek. Ezért végső célunk, hogy a munkát mindenki hivatásként élhesse meg, egyfajta lelki kiteljesedést is okozzon számára, ehhez viszont döntően változtatni kell három fő tényezőn, a béreket emelni kell, a munkakörülményeket javítani kell, és életet kell lehelni a szakszervezetiségbe, a munkavállalói érdekképviseletbe, és természetesen mindezen túlmenően meg kell szüntetni minden olyan intézkedést, ami a Covid diktatúra fenntartását szolgálja, legfőképpen azt a kormányrendeletet, amely felhatalmazta a munkáltatókat arra, hogy kötelezővé tehessék a Covid oltást dolgozói számára. Végső célunk tehát egy olyan ideákon nyugvó állam, amely magyar érdekű, munkavállaló érdekképviseletet valósít meg, szociális jellegű, és ezért fogunk küzdeni bekerülve a magyar parlamentbe, mert számunkra a magyar dolgozó az első, nem különféle spekulatív pénzügyi körök, oligarchák vagy multinacionális cégek.